Köszönöm az egybegyűlteket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester úr, képviselő urak, alpolgármester asszony és igazgató urak. Az elmúlt egy esztendőről néhány szóban szeretnénk csak szakmailag szólni. Az elmúlt egy esztendőnek úgy álltunk neki, hogy egy kicsit egy szakadék szélén vagyunk, elrugaszkodunk, és reméljük, hogy találunk valamiféle kapaszkodót útközben. Társaságunk mindenek előtt szem előtt tartja a minőségi betegellátást, és ezt nem csak a kerület javára, hanem egyéb érdeklődők javára is szeretnék fordítani. Polgármester úr elég szerteágazóan érintette munkánkat. Egy-két kiegészítést tennék csak hozzá, a tekintetben, hogy a nyitvatartási időnk az most már gyakorlatilag napi 12-14 órában rendelkezésre áll és fogadja pácienseket. Ugye a kerületi lakosoknak egy megfelelő időszakban állunk rendelkezésre. Ezen felül a további nyitvatartási időben is fogadunk kerületi lakosokat, de lehetőség szerint magán pácienseket is igyekszünk ellátni. Ugyanis ugye nem titkolt a rendszernek az a felállása, hogy a kerületi páciensek számára ingyenes, érintésmentes vizsgálatokat végzünk, és hát ezt az önfinanszírozó páciensek forgalmából próbáljuk meg fedezni. Még nem teljes a balansz helyreállása, de igyekszünk, hogy megfelelő irányba tereljük ezt a folyamatot. Ebben reméljük, hogy a megfelelő szűrővizsgálatok bevezetése, a különböző testtájékok speciális célzott vizsgálatainak bevezetése segítségünkre lesz, lehet. Tehát az elmúlt egy esztendő közepe táján kezdtük el az emlő emel vizsgálatait végezni. Ezek a vizsgálatok aránylag kevés vizsgálóhelyek férhetőek hozzá. Itt speciális, dedikált emlőtekerben végezzük ezeket a beavatkozásokat, vizsgálatokat. Mind szilikonbetétes, mind pedig természetes emlő vizsgálatára sort tudunk keríteni. Adott esetben akár plasztikai sebészet tervezéséhez is alkalmas képanyagot tudunk biztosítani, illetve ugye nem lebecsülendő és elsősorban a megkeresések azért a patológiás, tehát a betegséggel kapcsolatos elváltozások miatt kerülnek vizsgálatra. A működés során, amit tapasztalunk, az az, hogy az ismertségünk az egyre nagyobb, egyre szélesebb körben keresnek minket, és ennek ellenére azt gondolom, hogy a nehézségek érintése kapcsán tényleg az előjegyzési időt igyekszünk tartani. A nyári időszakban sikerült tényleg a két hetet megközelíteni. Az őszi, tavaszi, téli időszakban azért ez jobbára elszalad, mivel a társintézményekben is torlódik a betegellátás, ezért itt is a rendelkezésre álló időben, mivel nem heti 70-80 kérés érkezik be, hanem inkább 100, ezért kénytelenek vagyunk türelmet kérni, és általában 3-4 hétre is el tud szaladni, főként az emberben a várakozási idő. Az utóbbi időben olyasmit is tapasztalunk, hogy a kerületben ugye van egy csúcs egészségügyi ellátó intézmény, a Honvéd Kórház nevezetesen, és ugye ők is az országos rendnek megfelelően komoly szakember hiányon küzdenek, úgyhogy számos radiológus elvándorolt tőlük, sajnos nem hozzánk elsősorban.
De ez azt eredményezi, hogy a Honvéd Kórházban is az onkológiai betegek utánkövetését, főleg a kerületiek, azokat ide terelik hozzánk. És ha már polgármester úr említette, hogy ki segítettünk egészségügyi intézményt, akkor a fővárosi Bajcsi-Zsilinszky Kórháznak sietünk segítségére a CPMR cseréjét, illetve a szolgáltatott cseréjét hajtották végre a kórházukban, úgyhogy 2,5 hónapot vett ez igénybe, és akkor a Bajcsi Kórház CTMR járóbeteg forgalmát tudtuk fogadni, nem ritkán éjfélig történő nyitvatartással, úgy, hogy a kerületi betegellátás nem sérült ezen idő alatt. Úgyhogy hát nagyjából ezeket tudnám így összefoglalva elmondani. A speciális vizsgálatok közé, ha már itt a zárszóban a polgármester úr említette az altatásos kolonoszkópiás vizsgálatokat, tervezzük bevezetni megfelelő szoftveres segítséggel a CT kolonoszkópiát, illetve a szívnek a maga komplexitásában történő vizsgálatát, akár a koszorúerek, akár pedig a szív funkciója tekintetében. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jelen statisztikák még fejlődni és javulni fognak, illetve megfelelően továbbra is magas színvonalon tudunk a páciensek rendelkezésére állni. A leletezési idő eltolódása az sajnos megint csak itt oly mértékben vagy úgy érhető tetten, hogy szakmailag magasan kvalifikált kollégákkal kötünk szerződést, és olyanok járnak ide beletezni, hogy a páciensekről készült képanyag tényleg megfelelő interpretálásra kerüljön, és ne több, ne kevesebb, hanem pont annyi legyen jelen a felvételeken, ami már szerepel. Ez óhatatlan, hogy gyakran csúszásokban keveredik, akár ha tekintjük a nyári szabadságolásokat, akár a megbetegedéseket, és ugye mivel ez az egyik legnagyobb kiadás a lehetető orvosoknak a fenntartása, ezért feleslegben nem tudunk ilyen kollégákat rendelkezésre tartani. Amit ki szeretnék emelni, hogy van egy stratégiai partnerünk, egy táblalevező cég, az Economics Kft. Tekintetében, akikkel nagyon jó, nagyon aktív kapcsolatot tartunk fönn, és a szükséges orvos, illetve lelet mennyiséget, ha a rendszer túlcsordul, akkor ezt tudják számunkra biztosítani. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna itt összefoglalóan elmondani. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet, és majd azt gondolom, hogy kérdezni is lesz lehetőségünk, illetve akár körbe is járhatunk, de igazgatóban a továbbiakban. Köszönöm szépen!